Június a Pride hónapja, úgyhogy ez alkalomból üdvözöljük Jakab Pétert és Karácsony Gergelyt, és azt, hogy egymásra találtak. Ez itt a Hajóágyú, maradjatok velünk! Még mielőtt elkezdjük, kötelező feliratkozni, tehát feliratkozol, lájkolsz, megosztasz, meg bejelöld azt a kis szart, hogy állandóan idegesítsen, hogyha jön új videó. Itt vagyunk mind a négyen, Ambrózi kollega, Takács kollega, Vései kollega. És közirok mindannyian. Csókolom. Közirok mindannyian, és mit szóltok ahhoz, hogy ez a romantika hónapja, mégis Pride hónap van, és azt nyilatkozta Jakab Péter, hogy akivel nagyon jól kiegészítik egymást, az Gergő, mint két kicsi Lego. Én azt mondtam, hogy kielégítik egymást, de csak félreolvastam véletlenül. Igen, kaptunk az egyik kollégától, hogy biztos jogdíjat fog kapni, egy marha jó képet, azt majd ide bevágjuk. Na, mit szólunk ehhez a... Tehát ti nem érzékenyültöttek el, mert most amúgy megjött a meleg, tehát... Kicsit eltávolodnék itt a kérdéstől, mert ez az egész, ez a szerelem, amit kibontakozik a két szereplő között, az arra mutat rá, hogy a elkötelezett ellenzéki tábornak mi fontos, mert hogy az egész tulajdonképpen az előválasztási kampányról szól. Egyrészt nyugodtan fontos nevezzük, nekik az, hogy leglátványosabban utálják Orbán Viktort, és a legkeményebb fenyegetéseket tolják oda, tehát az egyik az börtönbe fogja csukni, a másik az szétvágja a segét, a harmadikat már nem ismerem kimondani, mert sípolni kéne meg ebben a műsorban is, illetve mennyire szeretik egymást. Tehát míg a kifele meg Orbán felé gyűlölködnek, addig a befele mindig az imádatukról és a feltétlen tiszteletükről biztosítják a másikat. Család és család. Család és család. Tehát az a Jákob is csak azért szállt be a miniszterelnöki jelöltségi versenybe, hogy ezzel is kifejezze a szeretetét Karácsony Gergely és Dobrev Klára iránt. Hát mondjuk, hogy biztos, hogy okkal szereti, nem olyan szép, magas fiú. És vékony. Magas, vékony fiú. Én arra, Dobrev Klára az az. Én arra számítok, hogy... Bocs, láttam a Dobrev Klárát, képzeljétek el. Fú. Teljesen ártatlanul, és naivan elindultunk itt a Lidl felé, hogy valami élelmiszerhez jussunk, és egy nagy csődület volt a Teleki téren, és gondoltam, hogy oda megyünk, megnézzük, hogy hát, ha van valami ingyen, és kiderült, hogy Dobrev Klára volt ingyen, ott tartotta az ő kampánynyitányát, és akkor az óriási bánat ott volt, kimagaslott a tömegből, majd beszállt egy autóba, alig tudta beszuszakolni magát, tehát olyan küzdelem volt abban a bazi nagy Audiba belerakni a magát, hogy a smuk szállt be régebben abban a nagyon pici autóba. Elhatárolottunk az Ambrózi testszégyenítő. Aztán mire visszaértem, már csak egy ilyen szél fújt, egy ilyen Dobrev szólólapot, amit én kikerültem már, hogy én annyira jó lelkű vagyok, hogy nem akartam rálépni Dobrev Klára arcára. Nem. Én egyébként arra számítok, hogy miután az MSZP is átvette, hogy az LMP-nek ezt a társelnöki rendszerét, hát a bevezetik Magyarországon a társminiszterelnöki rendszer, és akkor így Karácsony Jákobnak a Karácsony Gergely, nem tudom, melyikük fogja a nőt alakítani, ezt még majd ki kell találniuk, de valami ilyesmi. Az lesz a kampányplakáton, hogy így szerelmesen, így egymásra pillogtatnak. Az nagyon megy a Gerinek. Emlékeztek a 4 évvel ezelőtti kampányra, amikor a Kunhalmival ott trappolt a kampány videóba, és akkor... De... Teljesen hát most is úgy lesz, hogy maga alatt volt. De úgy mint ilyen. Az MSZP-nél, hogy van a Kunhalmi, meg az a másik csávó, aki a társelnök, akire nem tudjuk a nevét. De volt már ilyen, tehát néha direktóriumnak nevezték, néha központi bizottságnak. Csak véletlenül egy bizottság. Hát egyébként, most akkor, hogyha már a központi bizottságnál tartunk, láttátok a Jakabnak ezeket a kampányplakátjait, hogy Zsóka nénivel, meg ezekkel a barjulászfogalban, ezekkel az igazi kipróbált kommunistákkal, tehát tényleg már, nem tudom, Kádár János, meg Münich Ferenc hiányzik már csak a jobbikos közös plakátot. Hát meg Heller Ágnes. Igen, szóval. Nekem annyira tetszik, hogy elhitte magát a fiú, hogy belőle még lesz valaki. Szóval lezavarodik az előválasztás, már nem lesz szükség. 22 után ott fog az állatkert előtt az elefánt szobornál lufit hajtogatni a gyereket. Egy hasonló ürességet vannak érezni, mert ezek a nagyon... bevadult jobbikos aktivisták is, akik most iszonyúan elhiszik a dolgot, és hisznek a Jákoba, mint éltetőjükben és vezérükben, ahogy a vonában is pont így hittek egyébként. Pont ezt akartam mondani, mint ez 3 éve már lejátszódott volna. Volt a nagy izé, hogy most nyerünk, most tényleg, most ezer éves lesz a birodalom? Megmutatja, és akkor utána széttörve így. Tehát megint megszűntek a kollégáim állástalanok, megint megszűnt a lap. De pont így hittek a korai vonakorszakbeli radikál jobbos jobbikban, hittek így a új vonaféle szalonos, vitószalonos jobbikban, és most hisznek a Jákobféle komcsi jobbikban is. Harmadszorra sikerül. Azért kire emlékeztet ez engem, aki harmadszor is megfelelődik? Ezt akartam mondani, hogy ezúttal a jobbik neki megy, és ezer éves lesz a birodalom. Imánnál vagyunk. Megvan még a... Mennyi volt? 18-ból az SMS? Megvan még 18-ból az SMS? Amikor a Szálasi Pistivel próbáltunk beszélgetni. Ja, igen. Csak te.
Csak nem. Mi mentünk volna jobb vita tudósítani 18-ban. Igen, és akkor kérdezte a Laci, mert SMS-ben volt csak hajlandó tárgyalni velünk, mert teljesen elzárkóztak előlünk, és akkor... Be voltak húzott vasasfészekbe. Mit éreznek így a választás estén, és akkor mondta, hogy a győzelmet, és akkor Laci visszakérdezett, hogy sima győzelmet? Nem, az volt... Koalíciós, hanem a jobbik kétharmad. Nem, ezt itt be akartunk jutni, ugye, és akkor azt esemeztem vele, és valami elutasító válasz jött vissza, és akkor így beírtam, vagy azt írtam neki vissza, hogy nem lesztek elégedettek a... Vagy hogy miért vagy ilyen gonosz felünk, hogy nem vagy elégedett azzal, hogy lesz 30%-otok? Csak erre ilyen sejtelesen is visszértő, csak vár ki a végét, utolva ezzel arra, hogy ők győzni fognak. Hát figyelj, aztán... három hadseregük nem várakozik Prága alatt, mert bármi lehet. Aztán a 30-ból mennyi lett? 22 valami ilyesmi, tehát nincs eléggé fölé. Még se jöttek éjszakról. Igen, majd jön Steiner, és akkor majd minden. Mi van bele most? Nem politizál. Argentinában él. A zeneszerzésnek él. Szóval az a jó, hogy ebben az interjúban azt mondta Jakab, és mivel ugye miniszterelnök úr is azt mondta, hogy hát nem az eszéért tartja a Feri, hanem valami egészen másra, hogy ha egyszerű többségünk lesz, akkor sem fogunk megijedni attól, hogy a jogot addig faragjuk, amíg igazság nem válik belőle. Tehát ő valószínűleg nem tudja, hogy ez mire rímelti, tudjátok? Tehát Lukács Györgynek volt az a klasszikus eszmefutatás, ami két... Nem, hát az is volt, de az most már ne beszéljünk erről, az kár volna áskálódni, meg pörlekedni, hogy kijöjtek ki. Lukács Györgynek is a nagyapáid, ne beszéljünk róla. Tehát a Lukács Györgynek volt ez két írás valójában, az első az a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma, a második pedig a taktika és etika című. Az elsőben megírta, hogy az a baja, vagy az a morális dilemmája a bolsevizmusnak, hogy nem hazudhatjuk magunkat keresztül az igazsághoz, és a taktika és etikában meg azt mondta, hogy ja de, mégis. Szerintem a bolsevizmusnak sose volt dilemmája, de mindegy. Igen, ez a bolsevizmus, mind dilemma. Tehát ez a addig faragjuk a jogot, míg igazság nem válik belőle, ez gyakorlatilag erre rímmel, ez a keresztül hazudjuk magunkat az igazsághoz. Hát egy igazi de az érdekes, hogy mindegyik ezt írja most már meg, hogy föl lesz függetlenül az alkotmányosság, az Orbán sérti a jogállamot, mert létezik jobboldali média is, de egyébként ez nem. Tehát az, hogy feles többséggel mondjuk Hát nekik majd kell ott néhány nap, egy-két hét, amíg fölfüggesztik a jogállamot, az alkotmányosságot, és addig egy ifaplatóra fölhányják. Addig a páncélvonat körbe megy az országon, tudod, és akkor összeszedi, akit össze kell, aztán kész. Ez ilyen interregnum lesz, ilyen időbeli. Egy nem létező két hét. De egyébként most nagyot megy, mert ez annyira friss, hogy most a felvétel előtt érkezett, hogy Jakab Péter Trianonnal állította párhuzamba az ellenzéki összefogást. Trianonra, a szétszakítottságra, a megosztottságra, a gyűlölködésre egy válaszunk lehet, az összefogás. Ezt amúgy imádom. Az meg, tehát Gyurcsány Ferenc, de tényleg Gyurcsány Ferenc. Az egyetlen, aki nem akarta megadni az állampolgárságot. Igen. A határon túli magyaroknak. Azzal, és most sem azzal nagyon szeretné. Azzal Trianon. Ez a párbeszéd úgy fog kérni, mert annyira szép, hogy ilyen színes a koalíció, és különböző dolgokat gondolok, hogy végre nem egy ilyen nagy egyet, nem egy ilyen autokrata vezetés lesz majd, és akkor az lesz a vita, hogy na, akkor elvegyük a határon túli a állampolgárságot, és akkor azt mondja a Peti, hogy nem, mi nem szeretnénk, és akkor Feri megmondja, de. Ez ennyi. És akkor elveszik. És akkor elveszik. Tehát, egyébként kúra itt is az egész jobbikos frakciót, mikor kinyitogatják laptopjaikat az ülésterembe, és ott van mindenkinek ez a Trianon 100 matrica az egész laptop méretbe. És így mennyi szavazzájuk határon túl? 1-2%? Nem, tudom, szerintem annyi sem. Úgyhogy ez, ők a hiteles képviselői határon túli magyarságnak. Tudjátok, minek van még ma az évfordulója? Hát boldog összetartozás napot mindenkinek. Van egy szülinaposunk. Ja, tényleg. Maga Feri. Tényleg. Hát ez igen, ez hát ugye... Ígyunk az egészségre. Ez szentségtörés. Ambrózi belekortyol a vízbe, és a Feri ilyen vudubábuként egyszer egy ász és születésnap, csak nem tudjuk ugye, hogy melyik valójában. Amúgy nekem egyszer volt egy nagyon vicces megkérdeztek, hogy az évforduló kapcsán így, mint történész, segítsek, nem tudom mi. És én meg így automatikusan elkezdtem a vidvei csatáról beszélni, mert esetben sütött a Trianon miatt érdeklődnének, úgyhogy a vidvei csatának is ma van az évfordulója. Na, de hát ez az inspiráció, hogy mi jobbikosok nagyon távolról érkeztünk ahhoz az asztalhoz, ahol meg kellett találni a közös nevezőt. Változnunk kellett nekünk és másoknak is. Megtettük a nemzetért. A nemzetért. Ezt egy német magazinból vették ki 1977-ből. Ez biztos, hogy ez nem saját gondolat. Mert ez volt az átöltöző szobán is a felirat, hogy messzire érkeztünk. Annál keményebben fogunk dolgozni a szocializmusért. A korszalagot. Nem vettük le, csak kifordítottuk egy másik. Most már nem zöld színűek vagyunk, hanem vörös színűek vagyunk. Csak ettől mitől lesz jobb? Tehát bár még nagy nemzeti kataklizmákat sikerült elkerülni attól, hogy koalíciós kormány jött létre? Persze, nem lettek kommunisták a végén. Szerintem ezt úgy kézzel,
Szerintem ezt úgy képzeli, hogy leültek az asztal mellé a többiek, vagy asztalhoz a többiek mellé, de inkább az asztal alá bújt be így a Feri felé orientálódva. Szerintem ez az enyhülés, tehát hogy ez játszódott volna le a történelemben akkor is, hogy jönnek a nemzeti szocialisták, és azt mondjuk, hogy szeretnénk egy világot, jönnek a kommunisták, mi egy másikat szeretnénk, és most leültek egy asztalhoz, hogy legyen az eredmény az NDK. Nem ez történik valójában, hogy akkor most végre mindenki leült ahhoz az egy asztalhoz, és a végeredmény az az NDK lesz. Hát csak az szürke kommunizmus. Nem más kísérlet. A Jakab most akkor azt mondta, hogy, hogy nála izét a Gyurcsánynak a brekkencse helyettesíti Rómát, tehát minden út Gyurcsány brekkencséhez vezet. Tehát bármi történik, bárminek van az évfordulója, bármi aktualitás van, ő azt a következtetést vonja le belőle, hogy le kell szopni Gyurcsányt. Hát jó, derék. Ez a politikai program? Legalább elszánt. Elszánt, igen. Elszánt, meg nagyon lelkes, az látszik. Tehát nem, tehát meggyőződésből teszi. Na, hogyha túl vagyunk itt a, hogy mondjam, a baloldali összefogás szerelmi háromszögein, akkor van egy fontos hírünk, amit valamiért, hogyha jól tudom, a Telex le se hozott. Hogy egy iszlamista merénylet, ha jól tudom, de majd kijavítanak, hogyha egyébként tévedek. De a béke vallása. Ugye emlékszem, hogy egyedi elszigetelt eset. Hogy én meghallom a Telex szót, és rögtön elkezdek röhögni, mert egyszerűen nem tudom elfelejteni azt a mondatot, aztán négy-négy-négyen olvastam, hogy a Telex szúrta ki Karácsony Gergely posztját. Kiszúrták. Jaj. Szóval, hogy iszlamista... A posta fiókjukban, hogy Karácsony Gergely posztolt, ha-hó, tegyétek ki. Iszlamista terror cselekmény kísérlete volt. Egyébként 21 éves kölyök, amúgy magyar, tehát nem arab, meg nem tudom, micsoda. Ütődött egyetemista. Igen, így van, egy ilyen 21 éves. És azért érdekes szerintem ez a téma, mert amikor beszélünk az iszlamizmusról, persze jókat lehet röhögcsélni a Mohamedánokon, de ez a kölyök, ez tipikusan az, aki nem tudom, nem álltak szóba a lányok, meg mindenki, nem tudom, segbe rúgta az iskolába, és akkor kitalálta, hogy bosszút áll a világon érte, és akkor azt találta ki magának, hogy ő izé volt. Tehát hogy a 70-es években mondjuk a Vörös Hadsereg frakcióhoz csatlakozott volna. Hát elég gazdag. Mindegy, hogy mi csak szélsőség. Hogy befogadják Róta Ármé frakciómba, igen. Csak szélsőség legyen az a lényeg. De tényleg az a Róta Ármé, az egytől egyik gazdag szülőknek a muciológus, meg megfilmeztét a gyerekei. Neki muciológus. Nem volt, amelyik filmeztéta volt. Igen, nem volt mindenki gazdag, de mindenki ilyen himbilimbi büfészakokon, Nyugat-Berlinbe, ott a fertő közepén ott. Megvilágosodott, és akkor egy foglalt házba betelepettek közösen, és akkor egymásra radikalizálták. És hogy hittek az Aurora, vagy mi volt a neve? És visszamentek az NSZK-be felrobbantani a fél NSZK vezetést, meg bankvilágot, meg mindent. Amihez a szülei tartoztak? Hát, azt nem tudom, hogy bankvilághoz tartoztak-e, de hogyha... Az a NSZK egy bankelnököt már az egyesülés után tett, vagy hát már úgy, amikor már Berlini fal lebomlott, de még nem egyesült. Nem láttok ti ebben valami mintát, hogy gazdag szülők gyerekei muciológusok lesznek, és radikális baloldaliak? Nem, de hogy is, miért látnék? Nem. De nem ugyanoda lyukadunk ki mindig egyébként, hogy mi lenne, hogyha ezt a, tehát ahonnan a radikalizmus származik, tehát a gazdag szülők meg a muciológia szak, azt hagyjuk a fenébe, és legyen az egy egyetem, amiről már beszélünk egy ideje. Rektor úr elmondja a rédét, és akkor... Tehát lehet, hogy a magyar elhárítás egyszer végre megfogadta az egyik tanácsomat, mert mindig azt mondom, hogy a szociológusokat kell figyelni. Alapvetően gyanús, aki nem iszik alkoholt. És én iszom alkoholt. Mondjuk én gyanús is vagyok. Is téged, autóval. Tehát vagy nemzetbiztonsági kockázat minden szociológus. 21 éves egyetemista, és nem iszik alkoholt, és muciológus, hát arra rá kell állítani váltott törzseket. Én nem vagyok radikális, én csak a művészeteket, meg a buddhizmust akarom ilyen zárni. Az nem radikális. Én amondó vagyok, most adtatok egy ötletet, hogy szerintem a szolgálatokat, azokat állítsuk rá a muciológusokra, hogy feltétlenül figyelni kell. Na jó, mondjuk azért az egy, hogy mondjam, tehát a szolgálatok, hogyha egy átlag muciológus kell megfigyelni, akkor belealszanak a munkájukba. Tehát szerintem annyira unalmas dolog, mint a muciológia. Nincs az a fát megüdítő, ami ében tartja őket. Tudom, hogy kemény kiképzés, de azért a muciológia nem az ő telepük. Egyébként volt az a cikk a 444-en még hónapokkal ezelőtt, hogy a fiataloknál az alapállása a kiégettség. Nem tudom, azt olvastátok-e. Egy ilyen baromi hosszú magazincikor. Hát igen, leírtak saját magukról, hogy mi a helyzet. Tehát kb. Az, hogy a fiatalság igazából, ahelyett, hogy élvezné a egyébként sose volt jó módját, ami Magyarországon adott, ők így gyászolják saját magukat. És így minden szar a világ, szar az iskola, szarok a szüleim, minden szar, és ezt nem lehet elviselni. De a fiatalság mindig is ilyen volt, tehát ez... Hát az ennyire talán nem. Hát de, hát hidd el, hogy de ez a szegmens... Én nem látod az eszeféről a filmet. Igen. Ugyanaz a dekadencia az is, csak hogy így ez teljesen egytől fakad azzal.
Hát az az, az, az egy tő, ami az SF-re hogy így a, egyébként kurva nagy jó módban élne, de így menekül az ő szar játékba, és akkor valaki az SF-ét találja, meg valaki meg az, hogy muzulmán terrorpista lesz. Ezt, hogy muciológusok miért szomorúak, meg depistek, azt mondjuk megértem, mert van ez a klasszikus példa, 2010-es évekig talán az volt a cigány programoknak a hivatalos része, hogy mindig ezek a nagy muciológus tanulmányokra, meg könyvekre építkeztek, és azok a megállapítások pedig onnan jöttek, hogy van mint Baranya megyében egy falu, ahol a lakosságnak nem tudom, a 99%-a roma, és akkor évről évre, sőt fél évente ilyen kurzusok, kurzusszerűen mindig levonultak a szociológusok, és mindig ott mindent megvizsgáltak, és mindenkivel kérdőveztek, mindenkivel mély interjúztak, és a helyi lakossága nyilván egy idő múlva elkezdte unni őket, már kevésbé volt nekik szórakoztató, hogy hétről hétre ugyanazokat a történeteket elő kell adni, és akkor így beindult a fantáziák, és egyre nagyobb baromságokkal kezdték etetni a muciológusokat. Tehát megérkezett a muciológus, megkérdezte, hogy mi a problémájuk, és akkor elmondták neki, hogy hát nekik az a problémájuk, hogy ezt a hegyet innen elvitték. És akkor leírták, hogy a románok, bocsánat. Jó, ez most nem direkt Eko TV, azt most ki leszek rúgva az Ekóból, szóval leírták a muciológusok a könyvekben, hogy a romák annyira depriváltak Magyarországon, míg a hegyet is elvették tőlük. Hát igen, állandóan nyakukra jártak, tehát a muciológus az a szekuláris sehova tanulni. Csak az a kurva valóság az ne lenne, ne zavarja a szegény muciológusokat. A muciológusokat mindig zavarta, tehát az világot kell álmodni, nem izé rájönni, de, hogy miért. Hogyha, ez megváltozhat, hogyha palántálni kezdenek. Művész kis művészpalántál. Kis művészpalántál. Itt sorba rendezve elárasztott földön. Jó, na. Elvesztette a magyar kormány a Sargentini jelentés kapcsán indított pert az EU bíróságán. Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, amikor elfogadta a 7. cikk szerinti eljárást elindító állásfoglalást. Mi lenne, hogyha úgyis a Feri a főnök... Úgyis a Feri a főnök a bal oldalon egész világ, tehát hogy mindenki odajárul, oda térdel elé, hogy kedvére tegyen. Akkor mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy az összes szavazatot, ami a többi pártra megy, és nem a Feriékére, azt nem számoljuk bele jövőre. Én nyitott vagyok bármilyen megoldásra. De nem én az, aki nem nyer, az a művészeti egyetemre nyer. Nem ilyen felvételt. Lehet neki a földművészeti egyetem. Lehet indulni a választáson, de ha vesztesz, akkor annak ára van. Na, hát mit szólunk ehhez a sajátos eljáráshoz? Hát a számolást én adom egyébként. Tehát, hogyha azt hallgatjuk, ugye most már a 14-es választás óta, hogy lejt a pálya, a Fideszre van szabva a választási rendszer, ami egyébként nem sokba különbözik a korábbi választási rendszertől. Hát annyiban, hogy egyfordulós. Egyfordulós, tehát ez nyilván a kétpólusú rendszert támogatja, de azon kívül egyébként pont úgy, annyi, hogy több súly van hagyva a körzeteknek, mint az országos listának. És meg ugye mindig országos listán voltak jobbak, tehát ha megnézzük, akkor... A körzetből is kevesebb van, szerintem a körzetek, kevesebb, meg a megyei lista, a országos, meg a választókörzetek arány az egészen hasonló, a megyei listát tűntek el. Nem, azért átlett fordítva. Igen, de átlett fordítva. 9406 a képviselői arány. Korábban meg 186-210, vagy 210-186 volt, tehát több volt a fele, több mint a fele volt a lista, most meg több mint a fele a körzet, ami azért fontos, mert 98 óta... Vagy 98-tól 2010-ig minden választáson a baloldal nyerte a listát, és a jobboldal meg a körzeteket. Tehát ez hagyományos, egyébként a jobboldal tud olyan embereket felállítani a országszerte a körzetekbe, akikben helyi emberek megbíznak és szavaznak rá, és a baloldal tud olyan listát állítani, ami meg nyilván a központi propagandával eléri azt, hogy sokan szavazzanak rá minden arctalan listára. Hát jó, amúgy érdektelen. Úgyhogy ezért fáj nekik, hogy több a körzetes, mint a listásra. Olyan szempontból szerintem nem érdekel, szerintem szórakoztató. De érdeklen. Meg az, hogy egyébként a vadász-vadász vicc az itt is játszik. Tehát, hogy miből gondolják, hogy most egyébként egy ilyen konfliktusból nem a doktor miniszterelnök úr jön ki győzni? Ők nem gondolkodnak. Hallottad az EU mester tervét egyébként? Hallottátok a Fehér Oroszországot, hogy akarják behálózni ezek a hatalmas koponyák? Hogy ja, 3000 vagy 3 milliárd. Megkínálták őket, hogyha elzavarják a Lukasenkot, akkor a Fehér Oroszország 3 milliárd eurót kap, és akkor ezt így próbáltuk levezetni, hogy ezek ülnek ott a hülye buborékükbe Brüsszelbe, és azt képzelik be az meg, hogy így lehet ezt csinálni. Tehát, hogy informatikát tudjuk, visznek Minszbe, ez volt a legszebb. Tudjuk, hogy ezt Minszbe csinálják, ami ott van elég, igen. Tehát, ők tudjuk, hogy ezt csinálják, hogy ilyen különböző furcsa pénzekkel ott megtámogatnak egy-két ilyen
helyi ellenzéki, nem tudom mit, csak hogy ezt így hogy képzelik el, tehát hogy most Belorusszia népe most mit csináljon erre, tehát én a Lukasenko helyébe simán oda kacsintanék, hogy trollkodnék egy akkorát, hogy oké, fogadjuk el a pénzt, fél évre elmegyek, és majd utána visszajövök, és akkor 3 milliárd euróval gazdagabbak leszek. Ez a Sargentini jelentés alapján már 2 éve zajlik ellenünk a 7. cikkel szerint. Nem zajlik. Tehát az most mi? Az és azóta, láttál valami sérelmet a vagyonodban? Nem lesz, mert blokkolva lesz. Hát azt fog történni, Magyarország megkérdezi, hogy hát szarni lehet. Meg hát tényleg, ha az unió szerint a tartózkodás nem számít, hát akkor a Seattle-nak csak annyit kell mondani, hogy ezért szoktam vétózni. Ja igen, amikor, az akkor szokott vétózni, amikor Izraelt basztatják, nem? Az egy ilyen állandó mérkőzés. Mert antiszemita. A Seattle. Uh-huh. Azért vétózik Izrael uh-huh. érdekében. Uh-huh. Mert a Netanyahu is antiszemita. Ezt nehéz megmagyarázni, ezért a soros a jó zsidó. Ezt nehéz megmagyarázni, ezért nem is kezdek bele, de minden esetre így van. De Lukács Katalin megmagyarázta. Igen? Tehát, hogy a Seattle Izrael ellensége azért vétózta meg az Izraelt és a Hamaszt egyenrangú félként azonosító nyilatkozatot, mert hogy ezzel akarta megakadályozni, hogy az Európa Unió békét teremtsen a két fél között. Az kurva élet, hogy az Európa Tehát az... békét tudna teremteni. Hogyha Európai Unió ott van, nem tud békét teremteni. Éppen azonnál kilőni a kasszam rakétákat, de megnézik az EU-s állásfoglalást, akkor nem éri meg. Ne csináld Jusuf, ennyit nem ér az egész. És akkor hirtelen elkezd beeregni a gép, és akkor így megjön a papír, hogy az Európai az Unió békére szólította fel a feleket. Képzeld, hogy Jusuf nekik még azt a... Hamasz meg Izrael egyenrangú, ne lőjük ki ezt Nekik kéne még azt a nem tudom hány milliárdot átutalni az EU-nak, amit tessék, legyen béke, és így köszönjük szépen. Köszönjük szépen, oda ássuk a következő alagutat, aztán ezért. Ja, az meg, hol... legyünk, és az izraelek ránk hobbantják. Az amúgy a holland külügyminiszter asszony, ha jól tudom, neki, akinek palesztin férje van, és támogatták a Hamaszt. Tehát pénzzel támogatott egy hivatalosan terror szervezetnek. Na hát akkor az szerintem holland bűncselekmény. Tehát hát szerintem meg a Szijjártó vétója bűncselekmény, az meg, tehát szeretném elmondani. A holland külügy az európai értékek. Közös európai értékek. Tehát a Hamasz. Ja, az a Hamasz, a közös európai értékek, egyébként a nyugat-európai Lipsik, zöldek, kommunisták és baloldaliaknak az államvallása az a Hamasz egyébként. Tehát a baloldal a néppártig vezárólag. Igen. Úgy érted? De az elég, hogy a Lukácsi Katalin posztja nyomán én így újra gondoltam, nem hogy a világtörténelmi. Nem, és így rájöttem, hogy gyakorlatilag minden háború azért tört ki eddig a történelemben, mert nem volt ott egy harmadik fél, aki azt mondta volna, hogy ne csináljátok. De volt egy csomó esetben, de mindegy, most ezt adjuk, igen. Na, hogyha valaki mondta volna, hogy ne csináljátok, akkor nem lesz. Én úgy tudom, a svédek szóltak a németeknek, hogy ne csinálják, de Hitler azt mondta, hogy most ezt hagyjuk. Nem vette figyelembe. Jó. Mások is szóltak, nem az angolok is szóltak, nem? Hogy az angolok is szóltak, hogy hadat fognak üzenni, ha nem vonulnak ki Lengyelországból, ott sem történt semmi. Nem történt végül semmi, igen. És hát mindegy, nem baj. Megpróbált, nem vesztek figyelembe, én azért itt biztos vagyok. Valaki vétózott. Vétózott, igen. Jó, de Lengyelország azt mondja, meg kellett magukat védeni. Ja, igen, Lengyelország támadott, bocsánat. Nem volt mit tenni, sajnos. Hát mint Izrael a Hamas, nem? Igen, hát ott bezárják őket egy gázai, traumatizálják azzal, hogy a gázai övezet bezárják őket, tehát az muszáj, ez traumatizálják. Azt ők adták, egy alagútba. Azt ők adták át nekik, hogy tessék, igen, itt van. És ott lett, de jó, de pont ezért, mert az izraeliek adták át, ők a felelősek. Nem érted még mindig a logikát? Nem, ők csak kivonultak. Hát ezért felelősek azért, hogy rakétázzák őket. Hát ők tehetnek az egész problémáról, hát nem biztosítanak mindenkinek. Egyiptom hagyta ott azt a szarfészket. Hát, na ez egyébként ez... Ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy jó indikátora, hogy ott azt Egyiptom azt 5 perc alatt. Tehát Egyiptom azt ott 5 perc alatt annak, tehát nem kell neki az meg, hogy van. Képzeld, van az a víz, ami annyira piszkos, hogy megy indi, és fürdik meg. Igen. Fúha! Ez fölülmúlja a képzeletemet. Fehéz, elképzeljük, de van. Tehát vannak ezek a képek, mikor a Gangesbe, ugye úszik ott a frissen temetett hulla egy ilyen fatudajon a Ganges színén, varjú éppen lakmározik belőle, kiontja a belét, meg hasonló, vannak, ez sajnos megvan fényképeken is, sajnos hangsúlyozom. Úgy egy ilyen szardarab, de úgyhogy csíkot hagy maga után. Ugyanabban a vízbe belejárnak szarni, belejárnak mosakodni, belejárnak rituális fürdést végezni, a gyerekek abban játszanak, belengedik az ipari habot. És abban van az ebéd, abban veszik a vizet az ebéd, ez ennyi. Tehát akinek még... Jó, erős gyomruk lehet. Hát aki ebben él, és ami ennek is, ilyennek is sok, azt... Azt nem merem elképzelni. Talán nem lehet, hogy ott alakult ki a szupervírus mutáns, tehát azért azt annyira nem lepődtünk meg. Így a két betűt kapott, tehát övék a delta, meg a kappa is, tehát ott két alfaj van. De egyébként azt már beszélgettük ezt, hogy félünk attól, hogy Indiában meg fogja... Mint hogyha műholdak lenni. Hogy Indiában összefog állni, ilyen összemutálódik a koronavírus, a veszettség, a sárgaláz, a tifusz, meg a kolera, a és eljön a járvány kapitánya.
Akkor így olvasom, hogy a világ első kolera! Koronavírus! A világ első civilizáció az Indus völgyében jött létre, akkor mindig elbizonytalanodom, hogy nem vernek át minket. De amúgy az nem ez a civilizáció volt, azért ezt ne felejtsd el. Nem. Tehát az Indus völgyek azok, akik ma, azok voltak, akik ma Dél-Indiában laknak. Az nem a Ganges környéke, ez a koszfészek, azok lényegesen tisztábbak amúgy. Aha, ja, jó, akkor így már értem. Jöttek ezek a koszfészkek, azokat leverték délre a félsziget csücskébe, és megcsináltak helyette ezt. Hogy a szaros vízből főznek. Szaros hullás vízből. Na. Ez a szemben az Indus völgyek egyébként voltak vízvezetékeik is már. Na, egy kicsit foglalkozunk a rezsim konzervatív kritikájával. Várjatok. Akik jobban támadják. Hozzatok üres poharakat, hogy bele tudjak. Várjatok. Most ezt hagyjuk, de hogy bele tudjuk. Igen? Nem csak. Igen. Azt, igen. Így. Így. Így kell fogni. Viktor, nem erről volt szó. Ez nem polgári. Nem arról volt szó, hogy ti dughattok bárkivel. Várjátok. Az igazi konzervatív, szigorú kódex alapján szeretkezik. Volt ez a posztoi interjú. Csak is misszionárius pózban. Mi az, hogy szeretkezik? Csak gyermeknemzés céljából ideiglenesen közösség. De várj, most a nézők nem értik, hogy mi a faszról beszélünk. Tehát az a lényeg, hogy volt ez az interjú a Szlovák Labban, ami ugye annyira elszigetelődött és lényegtelen, hogy mit mond az Orbán, hogy körülbelül egy hónap. Egy hónapja mindenki ezzel foglalkozik, és hogy érkeztek mindenféle kommentárok, meg bírálatok, a Válasz Online szerkesztőségét fölkérték, hogy konzervatív kritikát gyakoroljanak, mert eddig mindenki liberális és baloldali kritikát. De mi most konzervatív kritikát. Elmondjuk, és azt hittük, hogy megúsztuk, de nem, mert felkértek minket. A konzervatív válasz ilyenkor belefingott egy nagy tálba, és azóta szabolgatják. Illatos vagyok. Akkor azt hittük, ennyivel te is, András. Ám a Posztoly főszerkesztője, így mondják? Posztoly, igen. Posztoly főszerkesztője felvetette. Mivel a Válasz Online konzervatív, de pártfüggetlen, sőt Orbán kritikus médium hírében áll, igazán megírhatnánk, mi fánterem a konzervatív Orbán kritika. Mert ők csak a kormányfőkkel kapcsolatos klasszikus baloldali liberális fenntartásokat ismerik a nyugati sajtóban. Akkor majd ismerik az igazi konzit is. Várjál, rövid tanakodás után elvállaltuk a felkérést, noha nem vagyunk politikai tényezők. Felülemelkedtünk a politikához. Semmilyen olyan cinktenkek elemzői, ahogyan nagy konzervatív ítélőszék bírái sem. Sőt, még tévedhetetlenek sem vagyunk. Újságként tudunk csak viselkedni, úgy viszont tudunk, és akarunk. Istenem! Ez a modoros valaki, bajnokságot bazd meg. Tehát képzeld el, hogy így felülemelkedik, felülemelkedik a heti válasz, de annyira felülemelkedik, hogy azért körül tudja magát ugrálni a rituális táncból. Én maga... A felülemelkedésnek szerintem az az, hogy gáztatnak a seggükből, és ahogy a nem tudom, a görög drámának is megvan a menetrendje, hogy kezdődik, nem tudom én, a szereplők bemutatásával, úgy az igazi konzervatív cikk is úgy kezdődik, hogy az első, nem tudom én, 8 bekezdés, az autófelláció. Én. Ebben a legjobb mondat, ebben a cikkben, azért emlékszem rá a fejbe, mert hangosan felnyerítettem a villamos, amikor olvastam, hogy Szlovákiából nézve tűnhet úgy Orbán Viktor, hogy ő egy geopolitikai stratégiai zseni, de nem az. Micsoda érvelés. Ok. De alá van támasztva. Nekem a kedvencem az volt, hogy Bátyásra tűnhet úgy, hogy a heti válasz egy konzervatív újság, de nem az. Vagy ha a konzervatív kormánypárt egyik polgármestere titkos adriai jachtpartin prostituáltakkal csalja meg a feleségét. Úristen. Tehát ez a puritán kommandó, bazd meg. Az melyik konzervatív mondja az, bazd meg, hogy az iráni morálrendőrséget kell bevezetni, bazd meg Magyarországon, és úgy lesz konzervatív, izé, hogy elkezdjük vadászni ezt, hogy izé, hogy... Ki... Megcsaltad a feleségedet, Ambrózi, én láttam. Én úgy érzem, hogy megcsaltam. Benne van egy kis füzet, abban benne van írva. Konzervatív, fölírtelek a füzetbe. Nem vagy konzervatív, meg dugtál már izé életedben, tehát eleve nem vagy az. Igen, de hát figyelj, nekik nem az a bajuk, hogy valaki büdösebb fingott a nerbe, hanem az, hogy velük nem kóstoltatták. A sajátjukat már unják. Unják. Itt egyébként a legjobb rész, és megpróbálom ezt előkeresni, ez a te kedvenc téma, de én is nagyon szeretem ezt a Budapest-Belgrád vasútvonal, és azzal kapcsolatban valami ilyesmi. Szociológiailag nem. Igen, ráadásul Orbán 2017 decemberében a Magyar Közrádiónak adott interjújában kimondta, nem érdekes, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal anyagilag megtérül-e vara. Ha tényleg komolyan gondolja bárki, hogy ez a magyar nemzeti szuverenitás záloga? Ezek vagy hasznos idióták, vagy megbízás teljesítnek, szerintem inkább az előző. Tehát a Budapest-Belgrád vasútvonal az nem nemzeti érdek.
Ezt értitek? Értem, csak nem ezen a ponton kell értelmezni, tehát. Meg vannak sértődve, és akkor bármilyen az a baj, mindig azt emlegetik, ugye, hogy Orbán mondta, hogy ne azt nézzék, amit mond, hanem azt, amit csinál. De közbenként a... És ez nekik, szerintük ez nem jó, ezen morognak. De közben várjál, Orbán egyébként... Zárójelben, csak hogy tisztázzuk, hogy ez a szöveg Orbán Viktor az arra vonatkozik, hogy ne az ő, tehát ő politikáját ne azt szerint ítéljék meg, hogy a nyugati mainstream média milyen hamis tényeket állít elő, hanem azt, hogy konkrétan Magyarország hogyan lépked a nemzetközi mezőnyben. Hogy mi történik, mi a valóság. De ezzel szemben Orbán egyébként számtalanszor elmondta, hogy attól, hogy még a nyugati szövetségi rendszernek vagyunk a tagjai, Magyarországnak az egyik, mint történelmi tapasztalatból fakadó teljesen észszerű külpolitikája. Majd ő mondta, egy kis heti válasz. Lekonyult. Egy zsákbogáncs. Na várj, ne siessünk tényleg. Azt majd vissza idejé, bár most már közel van. Szóval világosan elmondta, hogy attól, hogy nem akarjuk magunkat egy országhoz kötni, például Amerikához vagy Németországhoz, mert Magyarország mindig emiatt szívta meg az utóbbi százalára. A Németországhoz semmi érdekes, semmi maradni. Tehát Magyarországnak az a külpolitikája, az a külpolitikája, hogy szépen az amerikaiakkal, németekkel, oroszokkal, kínaiakkal, mindenkivel boltolunk, és mindenkitől lehetőleg távolságot tartva egy ilyen erőtére próbálunk a felszínen maradni. És egyébként ez meg, ennek az a lényege, hogyha az összes nagyhatalmat, ezeket, akikről szó van, meg esetleg még a törököket mondjuk, bár azokat nagyon gyűlöm, tehát inkább ne, tehát az összes nagyhatalmat érdekelté tesszük Magyarország gazdasági, külpolitikai, esetleg revíziós sikerében, akkor csak úgy van lehetőség ezeket a dolgokat egyébként elérni, hogyha ezek ebbe érdekeltek. Tehát Magyarország erre törekszik, ez egy tök életszerű, meg jogos külpolitika, de nem ezek a morálhercegek, ezek a finkszagolgatók, ezek arra akarnak minket nyomni, hogy mi csak az amerikai seggekből, mások a németből látszódjunk így derétől lefelé. Ugyanannak jó gondolat. Főleg a német bomba ötlet. Többször bejött, igen. Meg ugyanabban a hamis beszédtérben mozognak, amiben a haladó baloldali média. Tehát tényleg azon kívül, hogy eltartott kisújjal meg finkszagon írnak, semmiben nem konzervatív. Magyarul kommunisták. Ugyanazokat a hülyeségeket tolják, mint a Telex meg a 444. Mert azt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a megtérülését az eladott helyjegyek számából akarják kiszámolni. Ez még a Fekete Győr Andrásnak volt a matek példája, de szerintem az is rosszul számolt. És akkor kiukadtak, hogy ez, hogyha az eladott helyjegyekből meg a nézzük a vasútvonalnak a megtérülését, akkor csak nem tudom, hogy 2222-ig. De honnan tudják, hogy hányan fognak egyet venni a új vonalra? Ezt honnan tudják? Hogy ez hogy satszoltak. Ez nagyon egyszerű módszertan, ugye az, mikor megírták, hogy a 4-es metron senki nem fog utazni. Ja, és nem lesz kihasznált. Ami egyébként... Minden nap azzal jövök, és mindig ami egyébként rajta. Igaz, mondjuk így délután fél egykor. Egyszer volt igaz, amikor kijárási tilalom volt, és mentem haza. Reggel délután alig lehet fölférni. De hogy a pályadíjakat, meg azt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon fognak a keleti áruk érkezni Európába, és nem pedig a holland, mert a német kikötőkön keresztül, az nem foglalkoztatja őket. Az nem európai, hogyha nem a holland. És azt, hogy a Fekete Győr András mondjuk a holland és a észak-német kikötőt érdekli, érdekét képviseli, azt értem, igen, mert valószínűleg ők fizetik, de azt, hogy ez a finkszagú heti válasznak, nem hiszem, hogy az előfizetői Hannoverben vannak, tehát ez a finkszagú heti válasz, ez azért képviseli a Hannovernek, meg a nem tudom milyen Rotterdamnak az érdekét, mert hogy hülye. Legalább pénzt kapnak érte. Nem is kapnak pénzt, egyszerűen hülye. Tehát ez a csávó, aki tehát ők érte, a germán, meg a germán felföld, mindegy, most ebben nem menjünk bele, ugye, de hogy az egyik germán, meg másik germán érdekét képviselik full hülyeségből a magyar. És még nem is tehát ezek nem is hasznos idióták, ezek a haszontalan idióták, tehát Hont András idézve, tehát rátok meg, mi szükség van? Egyébként még hozzá... Pont a Momentumra mondta. Egyébként még hozzátéve az, hogy a vasút egyébként ilyen kereskedelmi forgalmat fog bonyolítani, és ebből bevételünk lesz. Egy kereskedelmi út az mindig bevétellel jár, ezt mondjuk tudjuk pár ezer évvel a történelemből, de amellett... Nem, még, a morájá bevétellel. Az igaz. De amellett még egyébként egy ilyen külkereskedelmi, gazdasági súlyt is fog nekünk adni, egy mozgást, tehát hogy rajtunk keresztül jön, tehát itt nekünk akkor lesz a dolgokban beleszólásunk, ami nem egy pénzbe kifejezhető dolog, hanem egy általános előny befolyás, ami végül is pénzre is kihat, csak nem fejezhető ki konkrét összegben. Nincs benne mohál. Hát ez így az van. Nincs a másik konkrét hazugság. Igen, az nincs. Másik konkrét hazugság, vagy hamis dilemma ebben a cikkben az, hogy micsoda dolog az, hogy a Szájer ott RS csúszdázott, miközben az alkotmányban, amit részben ő írt, szerepel a család. Csodálatos logika. Ennyi. Most a Szájer ugye az ezek, eredeti... Ezek kommenteket olvastak, hogy honnan van ennyi eszük? A kiegészítések előtti alkotmánynak a szövegezésébe vett rész, és a kiegészítés előtti alkotmányban, amiben a Szájer munkája benne van, benne, abban nem szerepelt az, hogy a férfi az férfi, a nő meg nő.
De a, tehát ez mutató, egy, most egyébként ez valószínűleg a szájára úgy gondolja, hogy a férfi az férfi, a nő meg nő. Értem, tehát hogy a buzikba járt, akkor nem, nem férfi a férfi, vagy most miért? Tehát ezt próbáljuk már meg a logikát összegereblézni. Meg az, hogy valaki buzibuliba jár, attól még, érted, attól még a családról gondolja azt, hogy az... Tehát a komcsi az komcsi, hiába mondja magáról azt, hogy igazi konzervatív. Tehát ezt nem írta le az alkotmányban, hogy a buzik nem léteznek, ugye? Jól tudom, tehát ilyen nem volt. Egyáltalán nem volt ilyesmiről szó. Egyrészt nincs benne az alkotmányban, kettő nem a Sayernek a munkája, az az ötödik kiegészítés, amikor belekerült, tehát akkor mi a problémája? A morál. Miért az... kell csámcsogni a Sayer magánéleti takarodjon a Fidesz a hálószobában. Az igazi konzervatívnak az a feladata, hogy mint egy újvár magazin csámcsogjon egy politikus magánéleti botránya felett. De az a jó, hogy a magánéleten rágódás az teljesen konzervatív az történet, mert az iráni morálrendőrség bevezetése az nagyon fontos. Mindeközben ugye ugyanez a lapszokta a bulvárt fikázni, hogy az mennyire alantas. Hittem, hogy érdekes. Egy másik rendőrséget akarsz bevezetni, a Rizs rendőrséget, de mindegy. De várjatok. Lépjünk tovább, mert nagyon fontos események. Nagyon fontos események, de ez az utolsó kétbekezdés, léci, hadd olvasom fel, mert zseni. Ráadásul a kormányfő a parlamenti kétharmada birtokában szinte a végletekig kitágította a hatalom eszközrendszerét. És mindezt a folyamatot a Covid időszakban gyorsította fel, vagyis amikor senki nem a privatizációval, pluralizmussal és a szuverenitással kapcsolatos kérdéseket volt elfoglalva, várjatok most olyan így. Szerintem ezt a Modor Tibi írta a kurva anyját. Én már is jelzom a pluralizmus, kicsit elcseppentem tőle. Ez kurva élet, hogy a Modor írta, bazdmeg, ezt nem hiszem, hogy nem figyel. Hogy ez rövid és középtávon milyen hatással lesz a magyar politikai életre, megjósolhatatlan. Jó. De rossz az előérzetünk. Várjál. Tulajdonképpen mindenki most eszmél, hogy mi is történt velünk az elmúlt hónapokban. Egyre többen emlegetik viccesen, hogy Orbán ezt vagy azt már biztos nem meri megcsinálni, de csak azért, hogy beszélgetőtársak azonnal rávághassák. Dehogy nem. Hát akkor ezt a Modor, ez kurva élet, hogy a Modor élet a volt. Földművészeti egyetemet, légy szíves, miniszterelnök úr. Földművészeti egyetem. Reállj nekünk, hogy azt már nem merjük, de igen. Tehát. Hát ez csodálatos, ez a saját fing szavolgatás, de van egy illatosabb fing is a tartalmában, nem? Igen, valakivel lehet valami. Rossz az előjelzet. Nem tudom, mi jön, de rossz az előjelzet. Halászunk az igazi konzervatívokat. Én már nem Miklósi Gábor a MUOSZ elnöke. Felállt. Végre. Nélküle lesz már a MUOSZ. Felállt. Leváltották. Itt tegyük hozzá, hogy a rövidítés az mit jelent. Most ezt ne hülyék vagytok. Magyarország... Nem Miklósi Gábor, nem Argitai Miklós. Ezt mondtuk, Argitai Miklós. Basz meg, menjetek a picsába. Argitai Miklósi, mert felállhat. Tehát és a teljes neve pedig Magyarországi Újságírók Országos Szovjetsége. Szerintem kommunista Újságírók Kósz, Országos igen. Szövetsége, igen. Úgyhogy, de most abba befázott a kedvencetek. A füles. Valaki megzörgetett egy zacskó bogáncsot, és oda somfordált, hogy akkor ő bejönne. És nagyon büszke volt, hogy ő az egyetlen jobboldali tagja. Nem. Továbbra sincs jobboldali tagja. Jobboldali tagja, igen. Mert végre valahol meghallgatják. De amúgy várjál, tényleg erre volt büszke, hogy ő az egyetlen jobboldali tagja? Hát mire lehetne büszke? Erre egy büszke, ezt így kimondta, hogy büszke rá? Kiposztolta a Facebookra, hagyd már azt a szart. Tehát akkor ő is elismerte. Ő az egyetlen tag. Tehát ő is elismerte, hogy a MUOSZ egy ilyen kibaszott kommunista, beterjes. Nem ismerte el, csak szagogató. Igen. Az független és objektív, Laci. Tehát itt nem kell, aminek szerintem sincs egy jobboldali tagja rajta kívül. Nem szükséges, hogy a bővített mondatnak a két tag mondata az logikailag helytálló legyen. Egy független objektív szerveződés volt mindig is, aminek most végre lett egy jobboldali tagja is. Hagyjuk. Hú, azért szépek ezek a lebukások, jó? Azon tanakodtunk a héten, amikor erről volt szó, hogy amikor a Feri mondta az összedi beszédet, emlékeztek arra? Senki nem emlékszik beszéd, már arra. Hogy fel kell készíteni a befolyásos lapok vezetőit és vezető publicistait, hogy azok ki a faszok lehettek, hogyha nem a MUOSZ akkori tagsága például. Tehát vajon kik voltak a befolyásos lapok vezetői és vezető publicistái, akiket Feri felkészített? Hát nézzük, mivel kik voltak akkor a befolyásos lapok. Mivel a Kommunista Újságírók Országos Szövetség, az nem vettől ez a neve, tehát a mekkora átfedés lehet a kettő között, vajon 99% vagy csak 100? Tehát nagyjából ezek a kérdések merültek fel, úgyhogy Füles jó helyen van, most végre befogadták az állását. Ezek is annyira függetlenek és objektívek voltak, hogy a Feri készítette föl őket. Igen, de ez felkészítés, nem az, hogy elhívnak újságírókat egy háttérbeszélgetésre, vagy informálják őket, hanem felkészítik őket, hogy amikor jönnek áremelkedések, akkor ne azt írják, hogy áremelkedés, hanem árszínvonal növekedés. Esetleg kiigazítás.
De egyébként a és a Népszabadság, meg a Népszava, meg a nem tudom még milyen média torzók működtek még akkoriban, rendesen ezt nyomták. Tehát mint ahogy a központi, központi utasításra. 2006-ban. Az Index is akkor hasított. Hasított, ha persze. Voltak? Kérdezem. De hogy ugyanazokat a szavakat. Kik voltak azok a befolyásos publicisták? Ki voltak az Index főszerkesztő 2006-ban, emlékeztek? Hát akkor még régi vagy már új főszerkesztője volt az Indexnek? Hát nem tudom, hogy az Új Péter volt, mert szerintem nem egyébként. De az Indexen mondjuk akkoriban még kritikus cikkek is megjelentek, tehát ott egy-kettőt ott elbújtattak. Kritikus cikkek, mint a heti válaszé. Tehát így Füles jó helyen van. Az árulás után végre megtalált ez a 30 ezüst, amit kapott. Hazatalált. Most nem fog ezt a dögre kis gerend a házikója. Kóosztagság. Ág házikója. Igen. Tehát azt mondják, hogy a gáznak nem az ára növekedett akkor, hanem a Nyugat-Európában is bevált elszámolási rendhez igazították a magyar számlázást. Jó, hát mindenki röhögött. Mindenki röhögött ezen, amikor kijött ez, hogy hazudtunk reggel, éjjel, meg este, akkor mindenki így nézett, hogy ez most mi a fasz, még a baloldali szavazók is, és akkor nem tudom hány hét után rájöttek a nagy befolyásos lapok vezetői, hogy ez tulajdonképpen egy szenvedés igazságbeszéd volt, és akkor mindenki röhögött, hogy mi van, bazd meg, ezt bírtátok kiszúrni, tehát ennyit a vezető, nem tudom, MOSZ lapokról és publicistáikról. Ha már itt tartunk, akkor volt egy vita a Kereki Gergő és a Hargitay Miklós között. Sajnos a Miklósi Gáborra volt? Hát biztos. Sajnos. Csak kérdezed, nem? Sajnos az egészet még nem láttam eddig, csak az összefoglalót olvastam el, de azért ebben vannak fasza részek. Tehát az egyik ilyen, amikor ugye a cenzúra a téma, és akkor ugye a Kereki föl is vető, hogy állítólag nem cenzúra ez a Facebook meg a Twitter, hát bazd meg a regnáló amerikai elnököt tiltották le. Téged cenzúrázni? Dehogy is nem. De hogy nem cenzúrázni. Csak ha a Facebook oldalt csinálom, úgy nem. És akkor azt mondja, hogy épp ezért, tehát hogy letiltották a Trumpot, mire azt mondta a Hargitay, hogy nem tudtam ezt a cenzúra körébe sorolni. Hát tehát őt se tudjuk sok körbe sorolni, ne haragudjon, mindegy. Majd feláll a nélküledre, akkor talán egyelőre még ezt hagyjuk. A Földművészeti Egyetemre oda azért... Oda tudom sorolni, ott sok kör van, ahol be tudjuk sorolni. Ez olyan aranyos volt a vitában, amikor ő is elővett a kis Füles tekintetet, és azt mondta, hogy jó, de hát a Mészáros Lőrinc Galátságról akarok olvasni, vagy hallgatni, amit akkor mit tehetek? Fölmész az internetre, és beütsz a keresőbe, és kijön 1 millió találatra. És a szegény Kereki is így lefagyott, hogy lehet ennyire pofátlanul hazudni. Hát, beírod, hogy Mészáros Lőrinc, és 18 milliárd találat van rögtön. Kb. 5. oldalon fog kijönni az, hogy egyébként adott nem tudom hány 100 millió forintot a családok műtetésére. 150. oldalon sem. Addig az csak, hogy így mit hol lopottál, és mennyit. De szerinte ez nem így létezik, mert hogy Orbán Viktor cenzúrázta az internetet. Aha. Is. Uh-huh. Az internetet is. Az internetet? Uh-huh. Az internetet nem Orbán Viktor cenzúrázza. Meg úgy, hogy nem válaszol. Haverjaik. Meg a másik, hogy az is cenzúra, hogy nem válaszolnak a kérdésekre. És mondta, hogy nekik is több száz kérdésük van beragadva az operatív törzsnél. Hát bazd meg. Tehát a kurva újságíró. Kérdés... Légy szíves, nyiss egy új tantermet ott az egyetemen. Tehát külön az tantermet? Egyetemen nincsen tantermet. Tehát, hogy mit képzelnek az újságírók a világon? Jó, meg, hogy hogy mi a fasz képzelnek a világról, tehát hogy hány kérdésem lenne, hogy azt képzelnek, hogy én, és mindenki válaszoljon, akármit is mondok. Amikor nem kérdeznek, akkor önmagukat szokták. Válaszolják, erre válaszolják. Ha nekem válaszolnak egyébként, tehát nekem Baranyi Krisztián van berakadva 7-8-10 kérdésem biztos. 7-8-10 meg azok ilyen megválaszolhatók, de ők ilyen összesített tanulmányokat várnak. Hát példát is mondott rá ez a Miklósi Gábor, hogy azt mondta, hogy megkérdezték az hogy megkérdezte az operatív törzstől, hogy adják ki neki azokat az adatokat, hogy mely kórházakban hány ember halt meg a Covid-ba, hányan gyógyultak fel, hányan vannak lélegeztetőgépen, és ezt időben mindent. Tehát ilyen részletes, rohadt hosszú izért. Ez az, amit a KSH dolgozik hónapok óta, és ilyen június környékre ígérték, hogy föl fogják dolgozni. Talán, hát ez egy rakott statisztikus hónapok óta. Igen, de ő kitalálta ezt a kérdést, ami tényleg ilyen statisztikusok 15 darabnak a munkája kell hozzá, meg a hónapos munka, tényleg az összesítések megcsinálása, meg a halotti bizonyítványok ellenőrzése, hogy ez most tényleg Covid, vagy valami társbetegség, vagy csak elütött az autó, de kimutatták nála a Covidot. Tehát ezeket az adatok tisztázása hónapokat fog igénybe venni, de a Miklósi Gábor azt mondja, hogy most feltette az operatív kérdésnek délelőtt a izét, beadta, és délután van, és még nem válaszoltak.
Na, de ezt majd játsszuk mi is. Megmondtam, hogy 40 tonna risked délutára. Hol a 40? Nem. Én most egy kicsit kedvesebb leszek, mint te. Tehát én nem ilyen fajta kényszermunkát képzeltem, van a Miklósi Gábornak. Ez nem kényszermunka. Ha az nem cenzúra, akkor ez nem kényszermunka. Egy hónapra kényszermunkaként be kéne ültetni az operatív törzsnek a csapatába, ahol nem tudom, 4-5 sajtós próbálnának a rengeteg hülyének az őrült kérdéseire válaszolni, a tömeges kérdéseikre, és tessék, akkor próbáld ki, hogy milyen érzés a másik oldalon lenni. Próbáld meg megválaszolni, te Miklósi Gábor a Hargitainak az összes kérdését egy délután alatt. De egyébként... Nekem egy kérdésem lenne a Hargitaihoz, miért nem álltál fel a nélküled? Ezt válaszolja meg. Be van ragadva a kérdés. Egyébként erre hova mehetnek be az újságok? A Bohárnak volt ugye ez a komolyabb videója, hogy a szerkesztőségekbe akkor bemehetek? Tehát amikor ők ott épp, nem tudom, így fetrengenek a négy szerkesztőség. Hát őt a Sargentini szerintem a EP-ből is talán kitiltotta, nem? A épületből, vagy ott nagyon szerette volna. Hát mert nem hamaszos. Igen, nem hamaszos. Nem az kéne, hogy egyszer ott ment hozzá, és akkor mondta, hogy magának nem, meg maga miért van itt, meg nem tudom, és akkor egy ilyen sajtófolyoson volt. Vagy hát a Bohár lépjen be a Hamaszba, és akkor onnantól kezdve bemehet a Sargentini. A kis rakitáját, és akkor jó lesz. Én Bohárt én is kitiltanám, a Bohár az nem az. Szeretjük a Danit, de ha ellenségei lennék, tehát vannak ilyen emberek a hoki csapatban, hogy még akkor is tartasz tőle, ha veled van, de legalább veled van, és nem ellened. Tehát így az ellenfelet veri szarra, nem téged, de azért úgy vigyázol vele. Tehát így egyébként az a jó, hogy azt mondja, hogy azt mondta ez a Hargitai Miklósi Gábor, hogy ez a sokadik világjárvány, amivel dolgozom, mint újságíró szakértőnek számítok, még ha nem is vagyok epidemolog. Ő jobban tudja, hogy az irániak voltak-e az első fertőzők. De mire gondolt, tehát a spanyolnát hála, hogy már azzal kezdte azt, hogy... Ez amúgy hihetően haragudj, de most nem... Ez nem biztos, hogy emlős ez a jó ember. Egyáltalán nem biztos, hogy emlős. Én szerintem az, ahol, amivel itt vicceltek, hogy ki nem állt fel a nélküledre, mert minden ott tojásügy van, tehát nem tudja. Ja, nem akartok kihűljön a kicsi, akkor már bocsájtok. Emlékszem erre részre, hát itt konkrétan itt a Hargitai Miklósi Gábornak sikerült egy öleset hazudoznia. Ez konkrétan kimutathatóan egyértelmű hazugság, mert azt mondta, hogy ő nem uszított a keleti vakcinák ellen, csak felhívta a figyelmet arra, hogy ezeknek a keleti vakcináknak, a Sputniknak, meg a Sinopharmnak nincs meg a harmadik típusú kísérleti fázis, vagy hogy nevezik ezt pontosan? A harmadik kísérleti fázisának nincsenek meg az eredményei. És ezért uszította ellenük. Na, egyiknek sincs meg, mert ez a harmadik típusú kísérleti fázis, az azt jelenti, hogy a beoltott embereket 2 évig nyomon követik, és a 2 év után csinálnak egy izét, hogy hányan lettek, nem tudom, gümülkórosok, hányan felejtettek el autót vezetni, hányan lettek kommunisták, hányan álltak fel a nélküled. De ez a két évnek le kell tenni. Tehát ez a harmadik fázis, amikor a 2 éves nyomon követés. Na most 3/4 éve jelent meg az első vakcinálású pont a Sputnik, tehát még 1,5 évet kéne várni ahhoz, hogy mindegyik, legalábbis a Sputniknak, mert szem az volt a legelső. Nem érdekel, válaszolják. Azonnal, hogy meglegyen a harmadik fázis. Egyiknek sincs meg, de ő azt mondta, hogy azért, ő csak azért írt publicisztikákat, mint szakértő, mert hogy nincs meg a Sputniknak, meg a Sinopharmnak a harmadik fázis a tesztje. De vagy mi ott adott a szakértője a világjárványnak a csávó, tehát úristen. Ezt itt ne hagyjuk ki, légy szíves. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ugye ez egy ilyen beragadt hazugság, tehát ez nem a Miklósi Gábor Hargitai Miklósi Gábor találta ki ezt a hazugságot, hogy ők csak a harmadik tesztfázist követelték, hanem ezt rendesen a Gyurcsány meg a Dobrev is pont ugyanezek a szavakkal mindig elmondja, és hogy Orbán Viktor ennek ellenére, hogy nincs meg a harmadik fázis, ezért hazardírozott és bevállalta a kockázatait. Tehát ez egy ilyen politikai termék. De megértem, hogy Orbán hazardírozott, és bejött a rohadéknak. És őt független objektív újságíróként ugyanazokkal a toposzokkal ír egy publicisztikát, pusztán azért, mert aggódik a magyar emberek egészségéért. Akkor megvan a megfejtés is, mert ugye azt mondja, amikor a Kereki azt mondja, hogy azt mondta a Népszavára, hogy baloldali napilap, akkor azt mondta a Hargitai Miklósi, hogy ezt a jelzőt vegyük le, hogy baloldali. De Népszavára? Igen, a Népszavára. Tehát oda írva a főcímetekre 150 éve, vagy mióta? Igen, hogy... igen, a szociáldemokrata napilap, nem probléma, várjál. Meg, mert hogy benne van az is, hogy hát igen, ez nem egy baloldali lap, de mi igen, az összefogás mellett vagyunk. Uh-huh. Érted? De baloldali lap, tehát 150 éve az. Tehát most mondja, hogy nem az, hát az meg is ő szakértő. Szerintem ez az egész azért volt. Az egyetemen oktatás fog folyni, nem kényszer munka.
Ez azért volt most ez a beszélgetés, mert ez a Harritai Miklós Gábor annyira pofátlanul hazudozott, hogy még ez a nagyon nyugodt gyerek, ez a kereki is. De nem, tehát az nem pofátlan hazugság, hogy a Népszava nem baloldali lap. Tehát az nem, ők függetlenek. Az összeomlik a rendszer, hogyha ezt, tehát az nem, tehát olyan, mint hogyha nem tudom. Tehát az nem, tehát a hazugságnak van egy annyi alapfeltétel, hogy hihessél benne. Ezt már múltkor is kértem, hát, szeretném minőségi hazugságokat kérni tőlük. Nem sikerült megugorni. Nem azt mondod, hogy nincs itt. Nekem nincs vizem, nincs bögre előttem. Igen, tehát ez önmagát felszámol, ilyen posztmodern szarakodás. Nekem miért nem adtatok vizet? Van jobb is, mert hogy a függetlenséget is kihangsúlyozzuk, ugye a Kereki mondta neki, hogy milyen kurva jó, hogy ennyire független, mert hogy a Hargitai a Jávor Benedek programíró csapatának volt a tagja titokban, amiről elfelejtett beszámolni. Az független lehet meg. Az független, erre azt mondta, hogy biztos, hogy nem voltam a programíró csapat tagja. Ott voltam néhány megbeszélésen, ahol ez formálódott. Érted? Így írtam a kis kezemmel a programot, de nem volt. De nem volt, ott voltam egy néhány beszélgetésen, ahol ez formálódott. Én nem dugtam, csak betettem egy kicsit, meg ott is hagytam, meg mozgattam. A csávoltam az elnöke? Tehát az, aki ilyen viszonyban áll a valósággal. Nem, ennyire... az a Hargitai volt, figyelj már, ez a Miklós. De baszki, a megfogalmazás biztos, hogy nem voltam a tagja. Tehát most, ha én magamról tudok, hogy csak akkor azt mondom, hogy tagja voltam, vagy nem voltam tagja. De ez, hogy biztos, hogy mintha egy harmadik személyre állítana valamit, biztos, hogy nem voltam. Mert azt mondta a Kereki, hogy a mozgó világban nagy büszkeséggel, hol máshol az meg, nagy büszkeséggel számoltál be róla, azóta is mozog a világ, nagy büszkeséggel mondtam, számoltál be róla, egy nagy tányér helyben van. Hogy részt vettél az új, zöld és fenntartható Budapest programjában Jávor Benedek csapatában, de hogy egy hajóban eveztek, azt nem kötötted az olvasói orrára. Hargitai azzal védekezett, hogy ő csak javaslatokat küldött, teljesen civilként a programhoz, amiből Jávor felhasznált, de nem lát közös érdekeltséget emiatt. Figyelj, nekem van egy gyengeségem, hogy még ezekben a figurákban is a közös pontokat keresem, és rájöttem, hogy ez a Miklós Hargitai Gábor. Hát a Miklósi között van, igen. Ez emlékeztet az én 14 éves kori önmagamra. Akkor csináltam azt, hogy hazamentem, amikor éjszaka közepén, viszonylag furcsa állapotban, és rám jött az ihlet. Én vagyok anyukám, ugye? Igen, rám jött az ihlet, és ott a WC-re kivonulva ott bizonyos okádásszerű hangot hallott, amire édesanyám felriadt, felébredt, és megnézte, hogy mi bajom van, és akkor kijöttem a fürdőszobából, de itt volt még a hányás csík a számon, és akkor megkérdezte, hogy mi van, kisfiam, csak nem ittál? Így mosolyogva, én mondtam, hogy nem. Nem. De hát ott láttuk, ott a nem. Csak hányásszerű anyag. Nem. Én teljesen rutinból vagyok. Tagadtam. Anyám meg rá legyőztet, na jó. De ez tényleg, ez egy paródia. Nem. De életemben nem látom. A Miklós parodizálja a Hargitait, vagy nem? Fordítva. Nem voltam a csapat tagja, néhány találkozón ott voltam, ahol készült, meg küldtem javaslatokat, amiket elfogadott, de nem voltam. Meg a nagyon aranyos kutyákra is emlékeztet, tudod, amikor hazamész, ott van az először a szőnyegen egy ekkora kupacszal, és megjöttem a kutyát. Szia, de jó, hogy megjöttél! És akkor elmutatsz, hogy ez micsoda? Mi az ott? És a kutya veled együtt lepődik meg. Legalább nem küldik meg benne, meg nem iszik belőle, már ezzel is előrebb jár egészségnél, na mindegy. Na jó. BKV hajók, ugye arról volt szó, hogy nem fognak menni, most kitalálták, hogy lesz, csak ritkábban és sokkal drágábban, tehát már megérte. Na ez a kommunizmus, megérte. Már megérte vezetést váltani. Abszolút. A fővárosban, mert így egy pont így néz ki a kommunizmus, így van. 15 centi. Nagy koponya vagy. Szentetetted be? Hát kicsit. De lehet, csak már kidühöngtem. Már kidühöngtem. Azért, hogy mégis csak lettek volna. Mégis csak lettek. Tehát ugye azzal érdekes a dolgot az nyitni, hogy mikor belengedte a kormány meg a Tarlós 11-ben, hogy újra lesznek BKV hajók, nem tudom hány év kihagyás után, akkor mi volt az elsődleges reakció? Hónapokon keresztül a balos sajtóba, a politikusoknál úgyse fog nekik sikerülni. Uh-huh. Erre sikerült, 2019-ig ment. Nem tudom, tavaly voltak hajók? Tavaly még voltak, ugye? Uh-huh. Tavaly még voltak, és akkor 2021-től az új baloldali vezetésnek nem sikerül.
Mindig magából indul ki a valós sajtó. Nekem nagyon tetszett ezek a magyarázatok, amiben ráadásul még a Veke is beleszállt, ők is elkezdték ugyanezeket a balos védekezéseket, meg hazugságokat ismételgetni, hogy hát nincs is szüksége a dunai BKV hajókra, mert hogy a város szerves tömegközlekedésében azért, mert hogy viszonylag ritkán jártak, tehát fél óránként jártak talán, meg lassan, csak 8 csomóval csurgadoztak itt a Dunán, ezért nem segítették elő a munkába járást, illetve inkább a hazajutást. Inkább volt turista funkciójuk, mint tömegközlekedés, de amúgy használták. Oké, ezt egyetértek, csak van még egy pár ilyen, tehát akkor baszki, mi lesz, tehát egy csomó járatot, a várbuszt is meg lehetne szüntetni, mert a várbusz se azért van. Színházakat? Színházakat? A színházak nem mennek sehova, azokat szüntessük. De azokba se jár mindenki. Jó. Meg a hármas határhegyre. Aki meg mégis az meg felvételt. Figyelj, a hármas határhegyre se mindenki kell busz, meg libegő, vagy mi van mindenki, ott. Tehát akkor olyat kell csináljanak, amit mindenki csinál, tehát ételt kell gyártsanak. Eljutottunk odáig, hogy mindent meg kell szüntetni. Nem kell, tényleg. Kell a színház a kultúrához? Nem. Na mindegy. Az a lényeg, hogy a Földművészeti Egyetemre, hogy el tud jutni odáig, mire van szükséged, nem tudom, a lábadra. Viszont beszartak attól, hogy erre volt komoly felzúdulás, mert azért hoztál be nyilván, hogy mégiscsak lesz csak drágább és szarabb, tehát ilyen kommunista kiadású hajó. Csak azt várom, hogy mikor fog az eljönni, hogy a diákok, nem is tudom, hogy 14 vagy 14 év alatt ingyen utazhatnak majd vele, hogy a Gergő főforrester úr megígérte. Hát az sokára lesz még. Sokkal, mert az Orbán nem ad pénzt. Én nem tudom elképzelni, hogy Gergő saját magát főpolgármester úr ne teljesítse valamelyik ígéretét. Ezt nem tudom egyszerűen elképzelni. Láttatok, hogy beszélt angolul? Kurva jó. Három mondatot végigmondott. És nem is könnyű szavakkal, igen. Demokrát ész, igen. Na, azt mondom, hogyha ide tartozik egyébként, hogy mire nincs pénz, mert ugye bevezették a kommunizmust, tehát ritkább és drágább. Fővárosra nem, de jutalmakra viszont szerencsére jutott pénz. No. Több mint 70 millió forint jutalmat osztottak ki tavaly a főpolgármesteri hivatal vezetőinek. Aluljáró felújításra egyelőre kunyerálják a pénzt, tehát anyumozzák a kormánytól. Az egyébként már is ilyen nagyjából három havi hajózás. Igen, 19-ről 2020-ra 4 millió forinttal nőtt a kiosztott jutalmak összege. Tehát úgy tűnik, hogy amire fontos, arra van. Mert ugye vannak tanácsadói a Gerinek, tudod, akik... Nincsenek tanácsadói, akik... csak vannak civilek, akik elfogadja a véleményüket a civileknek. Nincsenek tanácsadói a Gerinek. Hát akkor ezek a civilek, tudod, akik ott, nem tudom, tisztába teszik, meg etetik, meg fürdetik, meg ilyesmi, és mindegyikre... Levágják külön, a körmét. Mindegyikre külön ember van, igen. Megmossák a fogát, igen. ezekre rengeteg pénz megy el, mert ez sokba kerül, igen. Gergő nem olcsó. Nem mondta, hogy olcsó lesz, csak az, hogy jobb, de rosszabb lett. Hát nem, legutóbb azt mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy mi a nagy eredmény, és az, hogy élek. De most már a Jákob Peti el fogja venni, és az összes feladatot ő fogja ellátni, tehát... Igen? Hát nem. A Jákob az most Randira hívta, ha jól értettem, nem? De melyik lesz a gondozó, és melyik a gondozó? Hát ezt szerintem rájuk nézve, ezt nehéz. Nézőpont kérdése. Vakvezet világtalan. Tehát a Jákob be tudja takargatni a Gergőkét, a Gergő meg lehet, hogy tudja ápolni a Jákobnak a mindenféle mentális megrodgyanásait. Hát azt meglepődnék, hogyha ezt a Gergő ápolná, de mindegy, igen. Van még hírjük? Azt a Feri ápolja. Igen, még előbb kimaradt valami, amikor beszélgettünk erről a belorusz vérdíjról. No. Igen. Ugye, hogy a Unió így tud keménykedni Belorussziával, ami egy kis nyomorult szegény állam, valahol a periférián, tehát így nem egy komoly erőt képvisel. De ha mondjuk megjelenik az USA, ami ugyan szintén barán köztársaság, de nem egy csicska, mint Belorusszia például, akkor hirtelen vége ennek a nagy-nagy izmozásnak. Ugye most készül a Bidejapó Európába, és most megint kijött egy új hír még a sok éves lehallgatási botránnyal kapcsolatban. Nem tudom, azt olvastátok-e? Igen. Dánokkal hallgatották. Igen, tehát most jött ki, hogy a dán titkosszolgálat segítséggel csatlakoztak rá a dán vizek alatt levő káblekre az amerikaiak, és úgy hallgatták le a Merkelt, a François Hollandot, meg még talán svéd, meg norvég miniszterelnököket, vagy nem tudom kiket. És akkor arra nyilatkozott ugye erről a Macron is, meg a Merkel is, és így mindenki mutatja szét, hogy hát a kölcsönös bizalom nagyon fontos. De azért halljuk, hogy mit mondanak. A kölcsönös kapcsolatoknak a bizalomra kell lépülnie, bla 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 bla, és így maszatolják szét, és ugye a Bidei alelnök volt akkor, amikor a lehallgatás történt. Tehát ez konkrétan benne volt egy főemberként ebben. Nem volt benne. De már nem emlékszik rá. Mondjuk akkor, hogy meg lehet neki bocsátani, nem tudja úgy sem, hogy mi volt. Tehát konkrétan ebben az egyik főrudas volt nyilvánvalóan. Ki, Antti bácsi? És így kerik szét a dolgot. Tehát egyébként ez az Európa az ekkora csicska, hogy itt Amerika szarrá alázta őket az egész kisderült országvilág előtt, és meg így, hát ez nem is olyan komoly, hagyjuk, fájtlat rá, régen volt. A Merkel az nagyon bepöccent, amikor ez kiderült a
az évvel, Obamával, tehát nem is valami be is szólt neki, vagy valami is találkozott meg, vele. Erre meg hadd idézzem. Az bepöccent. Azonnali pont úgy jelent meg. A németek már 2013-ban... Sofortlich pont, de... A németek már 2013-ban gyanakodtak, hogy Merkel telefonját lehallgathatják az amerikai titkosszolgálatok, de 2015-ben arra jutottak, hogy ez nem történt meg. Inkább mégsem történt. Hát a németek gyakran jutnak erre, hogy ez inkább mégsem történt meg. Németeknél ez egy ismert technika, de mi tudjuk, hogy megtörtént, kedves németek. Aztán valamelyik... Én arra gyanakszom, hogy a német titkosszolgálat addig figyelt az amerikai kémeket, úristen, ami nem csináltak semmit, igen. És aztán abba hagyták a megfigyelésükre, és aztán akkor kezdték el lehallgatni a Merkelt. Németek pont ugyanúgy, németeknél pont ugyanúgy nem történtek meg dolgok, mint ahogy a Miklósi Hargitainál ugye nem programíró volt. Nem volt egyszerű civil. Aztán valamelyik vagy ott volt is ötletei vagy voltak. Bécsben, vagy Berlinben volt egy ilyen, hogy a telefonközpont az a szovjet övezetben volt. Tudod, hogy felosztották négy felé a várost, és akkor a telefonközpont az valahogy mindig a szovjetek kezére esett, és hát gyakorlatilag mindenki, aki egy minimális életösztönnel bírt, tehát nem volt amerikai, az mondta az amerikaiaknak, hogy bazd meg, ott megy végig a telefonbeszélgetésétek, ne beszélgessétek a telefonon bármi jött, amit a szovjetekkel nem szeretnétek megosztani, és akkor az amerikaiak így idegettek, hogy ugyan már a szovjetek sosem tennének ilyet. Hát természetesen, amit ott beszéltek, az azonnal a szovjet parancsnokság jutott, és akkor úgy vitték el az embereket, hogy hallgatták az amerikaiaktól, hogy kiket kell elvinni, mert éppen ki van velük jóba, és akkor nagyjából ennyi. Tehát azért van egy ilyen fajta debilség a nyugatiakban. De most ezt a németek vették most át. Most a németek vették át. A német titkosszolgálat most akkor így a Bundeswehr az hasonló állapotban lehet ezek szerint. Igen, az amerikaiak az is híresen csúcsponton jár éppen. Most a németek a aktuális hülyék. Na akkor szerintem kb. Utolsó hírnek még ezt be lehet tenni. Mégse lesz előválasztás mindenhol, inkább csak pár helyen, tehát új múlt lépett érvénybe. Mégsem a demokrácia, illetve egy ünnepe, illetve egy technikai újítás, ami során kiderül, karácsonyul, kiderülődik, hogy Lipschit, Komcsit, igazi konzit vagy nácit akarnak a polgárok egy adott körzetben, hanem mindig is egy lehetőség volt, hogy a hat párt kifejezhesse az egymás iránt érzett szerelmét. Mm-hmm. Minden között és, ehhez aztán megkerestem azt a Momentumos kommentelőt, ami egy hónap ezelőtt mondtam, hogy nem lesz mindenhol előválasztás, és megjelent a Momentum elkötelezett kommentelője, és megmondta, hogy de, az Ambrózi az hülyeségeket beszél, az Ambrózi egy idióta, mert hogy mind ez a 106 körzetben. És nyilván közpénzből hazudozik, nagyon fontos. Mind a 106 körzetben lesz előválasztás, a Momentum az elkötelezett, hogy mind a 106 körzetben minden egyes párt, az összefogásnak minden egyes része megmérettesse magát, hogy így kiderüljön, hogy ki a legalkalmasabb jelölt. És az Ambrózi az, amikor azt mondja, hogy nem lesz csak néhány helyen, csak egy színjáték az egész, akkor az Ambrózi az közpénzből hazudozik. Na, köszönöm szépen. Mi történt, kedves Momentum? Mi bukott el ez? Ki akadályozta ezt meg? Még sem vagytok ilyen erősek? Vagy igen, meg talán akkor meg kellett volna bízni minket egy új múlt írásával. Hát az, még, azzal, nem késztetek el, azzal még nem késztetek el, igen. Azt még... Vállaljátok. Persze. A múltak nincs szaga. Ki kell tenni az RFX-et a műsorra, mert most itt termékmegyen. Mára ennyi volt. Találkozunk jövő héten. Reméljük, hogy csak legközelebb adjatok vizet meg bögrét, légy szíves. Legközelebb találkozunk ugyanezen a csatornán civil meghívottjaimmal. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!